Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a híres híreket látják 19 órakor. Most nézzük meg együtt képes tartalomjegyzékünket. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nevelőszülő toborzó napot tartott lakiteleken. Mérget helyezhettek ki több kecskeméti városrészben a kóbor állatok ellen. Az angol emelt és középszintű vizsgákkal kezdődtek el csütörtökön az idegen nyelv érettségig. Ma rendezték meg a Befogadlak egy nap a nevelőszülőségért elnevezésű programot a lakiteleki népfőiskolán. A Szentágot a gyermekvédelmi szolgáltató célja az, hogy minél több nevelőszülőt találjon. Bács-Kiskun megyében mintegy 1200 gyermek él szülő nélkül. Minden gyermekre szükség van. Minden gyermek tehetséges. Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumi elnöke ezen szavakkal nyitotta meg azt a rendezvényt, amely a családjukból kiszakított gyermekek megsegítésére hivatott létrejönni. A Befogadlak egy nap a nevelőszülőségért elnevezésű program során nevelőszülőket toboroz, a Szentágot a gyermekvédelmi szolgáltató. Mi olyan gyerkőcöknek nyújtunk otthont, gyermek- és lakásotthonokban, illetve nevelőszülői hálózatban, akik a saját vér szerint a családjukból valamiért kikerültek. Nagyon fontos az, hogy életkortól függetlenül a gyermekeket elsősorban családoknál, ugye a legcsaládpótló ellátásban nevelőszülői családoknál tudjuk elhelyezni. Jelenleg az országban mintegy 23 ezer gyermek él édes szülei nélkül, ebből Bács-Kiskun megyében közel 1200-an. A rendezvényen az édesanyák és édesapák hiánya okozta űrt igyekeznek betölteni. Egy kicsit bemutassuk ezt a gyönyörű, nem azt mondom, hogy nagyon könnyű, de talán ettől gyönyörű hivatásvállalást, a nevelőszülőséget, és kedvet csináljunk ahhoz, hogy azok a jó szándékú emberek, akik úgy érzik, hogy van hely a szívükben, a lelkükben, és van hely az otthonukban rászoruló gyermekek számára, csatlakozhassanak a nevelőszülői hálózathoz. A mai toborzó kampányon köszöntőt mondott Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára is. A témával bővebben a Kiemelő című magazin műsorunkban foglalkozunk. Mérget helyezhettek ki több kecskeméti városrészben. Az ismert közösségi oldal több csoportjában írják a helyiek, hogy elpusztult vagy éppen haldoklik kedvencük a mérgektől. Katonatelepen például fagyálló miatt szenvedett egy cica, nem tudták megmenteni az életét. Nem tudom, mit tett a képen látható mumus cicánk, amiért valakinek meg kellett őt ölnie aljas módon, fagyállóval megmérgezve, hogy esélyese legyen az életre. Testvére 2 hónappal ezelőtt ugyanígy végezte. Ezt 2 nappal ezelőtt osztotta meg egy vacsi közben lakó hölgy. A Nyitra utcában járva kiderült, hogy nem személyes támadásról lehet szó. Egy szintén ott lakó hölgynek is egyszerre pusztultak el a macskái. Nekünk is voltak macskáink, 2 macskánk most összepusztult el egyszerre, és hát olyan tüneteket mutattak, mérgezéses tüneteket, és előző évben meg szintén 2 macskánk ugyanúgy elpusztult, mérgezésben egyértelműen. Erika azt is elmondta, hogy rögtön orvoshoz vitte a cicáit, és ő közölte vele a hírt, hogy mérgezés áldozataivá váltak a macskák. Azt is hozzátette, hogy a kislánya kedvencei voltak, aki nagyon megsiratta őket. A Nyitra utcában egyébként egy óvoda is található, ahová minden nap viszik a gyerekeket a szülők. Ez pedig már katonatelep. Itt a vasút után szórhattak szét mérget, több macska is haldoklik a poszt szerint. A kiírás alatt különféle vélemények jelentek meg. Volt olyan, aki azt írta, az elszökött házi állat, értem ez alatt a kutyát, macskát, indokolt esetben veszélyeztetheti a vadállományt, ezért szabadon vadászható. De volt, aki azt tanácsolta, hogy ha az utcán kóborló kutyát lát valaki, akkor értesítse az ebrendészetet, az ő hatáskörük összeszedni a közterületen csatangoló kutyákat. Mint írták, gyötrelmes szenvedésre van ítélve az a szerencsétlen állat, aki eszik a méregből. A helyiek elmondták, hogy nem nagyon tudnak védekezni, ugyanis cica szokás, hogy elkúszálnak napközben a ház udvaráról. A kutyákat pedig nem lehet mindig pórázon sétáltatni.
Aki ilyen problémáról tud, az mindenképpen jelezze a rendőrségen. Ma értek véget a két napig tartó óvodai beiratkozások a városban. Tegnap és ma is számos gyerek és szülő jelent meg a különböző kecskeméti intézményekben. Befejeződtek az óvodai beiratkozások a város valamennyi önkormányzati fenntartású magán, illetve egyházi intézményében. Május 8-án és 9-én reggel 8-tól egészen délután 6-ig érkeztek szülők a gyerekeikkel a különböző óvodákba. A jelentkezéshez a szülő, gondviselő és a gyermek együttes jelenléte, valamint mindkettőjük személyi azonosítója, lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolvány is kellett. Amennyiben a gyermek halmazotta a hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátásra szorul, az ezt igazoló dokumentumokat is le kellett adni az intézményben. Továbbá a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, illetve a szülő vagy szülők munkáltatói igazolása is szükséges volt a beiratkozáshoz. A gyermekeket a lakóhelyükhöz vagy a szülő munkahelyéhez legközelebbi intézménybe jelentkezési lap kitöltésével irathatták be a szülők. Óvodába a harmadik életév betöltése után lehet gyereket felvenni, mely a törvényi előírás szerint legalább napi 4 órában kötelező is. A felvételéről pedig a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője. Megkezdődtek az idegennyelvi érettségi vizsgák. Elsőként angolból tettek ma emelt és középszinten írásbeli érettségit a diákok. A szakemberek szerint idén jó témákat kaptak az érettségizők a középszintű angol érettségi íráskészséget mérő részében. Az angol emelt és középszintű vizsgákkal kezdődtek el csütörtökön az idegennyelv érettségik. Az EduLine-nak az Euroexam vizsgaközpont szakemberei elmondták, megfelelőek voltak az idei témák az íráskészséget mérő feladatban. Ahogy az olvasott szövegértését tesztelő feladatsor szövegei is jók voltak. Ugyanakkor volt néhány részfeladat, ahol több válasz is elfogadható. Középszinten az angol nyelv írásbeli ideje 180 perc volt. A második részben egy nyelvhelyességi feladatsort kellett megoldaniuk a diákoknak. Ezt követte a hallott szövegértése, végül pedig az íráskészségi feladatsorra kaptak 60 percet a diákok. Az érettségizőknek kommentet kellett írniuk egy tanárnak készülő diák posztjára. De voltak olyan feladatok, amelyek tréfáról, vezetésről és alkoholfogyasztásról szóltak. Emelt szinten 240 perc állt a diákok rendelkezésére. A vizsgán az előzőekben is felsorolt összetevők szerepeltek ugyanabban a sorrendben. Mindeközben pont került a történelem írásbeli vizsga megismétlése ügyében. A megjelent híresztelésekkel ellentétben az oktatási hivatal nem iratja újra a történelem írásbeli érettségit. Az esszékérdések esetleges kiszivárogtatása ügyében a hivatal a rendőrségi feljelentést megtette. Május 8-án az írásbeli vizsga megkezdése után kapott a hivatal bejelentést arról, hogy egy közösségi oldal zárt csoportjában a középszintű történelem érettségi feladatsorának esszé témáit a vizsga kezdete előtt közzé tehették. A budapesti rendőrfőkapitányság elrendelte a nyomozást ismeretlen tettes ellen. Az első hazai digitális nyelvvizsga Kecskeméten is elérhető már. Az akkreditált nyelvvizsgát elsősorban a Z és Y generáció igényeire szabták, melynek teljesítése alig fél napot vesz igénybe. Magyarország első akkreditált digitális nyelvvizsgája már Kecskeméten is elérhető. Eddig összesen 4 város rendelkezik vizsgahelyjel, de júniusra várhatóan 12 település 112 vizsgaállomásán tehetik próbára magukat a diákok. Egyelőre angol és német nyelvre 10 nappal a vizsgát megelőzően lehet jelentkezni. Az online nyelvvizsga a kommunikációt helyezi a középpontba, nyelvtani feladatokat egyáltalán nem tartalmaz. A hagyományos nyelvvizsgákhoz hasonlóan írásbeli és szóbeli részből áll. A beszédkészség mérését is számítógépen keresztül végzik. Az online nyelvvizsgát elsősorban a Z és az Y generáció igényeire szabták, melynek próbavizsga lehetőségei is vannak, amivel mindenki élhet, mielőtt élesben is megmérettetné magát. Az online próbavizsgák hamarosan otthonról is elérhetőek lesznek, amivel gyakorlatilag bárki szimulálhatja a nyelvvizsga körülményeit, és ezt követően értékelést is kap a megoldott feladatokról. A papír alapúhoz képest az online nyelvvizsga nagy előrelépés, hiszen sokkal rövidebb eredményközlési határidővel jár, valamint fontos, hogy a felsőoktatásba történő jelentkezésnél is elfogadott.
Negyedik alkalommal tartották meg az MKT Business Szerdát a Neumann János Egyetem Ganfarán. A rendezvény mostani előadója Ivkovicsné Béres Tímea, a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója volt. A negyedik MKT Business Szerda rendezvényen ezúttal Ivkovicsné Béres Tímea, a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Ügyvezetője, a Magyar Kosárlabda nagykövete tartott előadást arról, hogy fiatalon milyen nehéz döntést kellett meghoznia. Az NB1-es felnőtt csapat ajánlott neki szerződést, ez volt a legnagyobb lépés ahhoz, hogy sikeres sportoló lehessen. Nagyon büszke vagyok, hogy mind a négy csapattal Magyarországon, illetve a hat csapattal, ahol játszottam, bajnoki címet tudtam nyerni, illetve négy magyar kupa győzelmem van, voltam az évi játékosa, és hát sokszor magamra öltettem a címeres mezt, és így a nemzetet képviselve egy Európa bajnoki negyedik helye és egy világbajnoki tizedik helyel sikerült zárni ezt a pályafutást. A rendezvényen a sikerei és munkássága mellett elmondta, hogy jutott ki Franciaországba. Hozzátette, ahhoz, hogy valaki eredményes legyen, elengedhetetlen a maximalizmus és a csapat összetartása. Fint az Ita, a Neumann János Egyetem kancellárja elmondta, örül, hogy egy női előadót köszönhetnek az MKT Business Szerdán. Most a mi alkalom nem csupán azért különleges, mert a negyedik, a hallgatóink által megszervezett rendezvény, hanem azért is, mert a sikeres korábbi férfi előadók után ma egy nem kevésbé példamutató életpályával rendelkező hölgyet köszönhetünk egyetemünkön. A nemek közti sztereotípiák szerencsére napjainkban egyre inkább elmosódnak, de még mindig számos fiatal lány gondolja úgy, hogy ő nem épített sikeres karriert. A Business Szerda egy olyan rendezvény sorozat, amely a cégvezetéssel, üzletfejlesztéssel és különböző menedzsment technikákkal kapcsolatos, aktuális témákat jár körül. Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke Európa Maradunk címmel lakossági fórumot tartott szerdán Kecskeméten a Hotel 3 Gunár rendezvényházban. A pártelnök szerint az európai népek még szorosabb együttműködése szükséges ahhoz, hogy Európa sikeres legyen. Gyurcsány Ferenc a rendezvényen kifejtette, mennyire fontos, hogy a május végi választás után az Európai Parlament 21 magyarországi képviselője között nagy számban legyenek elkötelezett Európa pártiak. A fórumon elmondta, szerinte a miniszterelnök Szentháromsága Soros, Brüsszel, menekültek. Ebben nem értelmezhető a világ és Magyarország összes problémája, így aztán a fontos ügyek jelentős részéből egész egyszerűen, mint választók, mint tévénézők, mint rádióhallgatók kimaradunk, hangsúlyozta a Demokratikus Koalíció elnöke. Gyurcsány Ferenc kiemelte, hogy a bankokkal szemben egy közös szabályozásra, a gázszállítás kapcsán pedig egységes megállapodásra és egységes határvédelemre lenne szükség. Úgy gondolja, eddig történelmi tétje nem volt a választásoknak, hiszen mindenféle szorosabb együttműködésről és az Európai Unió közös bővítéséről akar dönteni. Brüsszel messze van, a brüsszeli történéseket kevésbé látjuk át, kevésbé értjük, tette hozzá Gyurcsány Ferenc. A fórum után a jelenlévőknek lehetőségük volt kérdéseket is feltenni a pártelnöknek. A kecskeméti SOS gyermekfalu közösségi házában anyák napi ünnepséget tartottak a Széktói Nyugdíjas Klub számára csütörtökön. Az ünnepségen a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai szerepeltek. A gyerekek mesével, zenés előadással és versekkel készültek az idősebb korosztálynak. Volt, aki hegedű játékával köszöntötte a résztvevőket. A nagymamák élvezettel hallgatták az aranyos fellépéseket. A nyugdíjas klub süteménnyel készült a fiataloknak, ezzel hálálva meg a szívélyes köszöntést. Az ünnepség után a gyerekek örömmel fogyasztották el a finomságokat. Díjmentesen elérhető aszály előrejelző hálózat segíti a gazdák munkáját májustól. Ezt Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke jelentette be az M1 csatornán. Öntözéssel a vízhiányos időszakban az aszály okozta károk elkerülhetők. Ebben nyújt segítséget az aszály monitoring hálózat, amely még a szárazság okozta károk megjelenése előtt konkrét információkkal szolgál a gazdáknak.
Ez a kiépített rendszer az alföldi megfigyelő állomásoknál tapasztalható csapadékot, hőmérsékletet és páratartalmat összesíti. Már közel 50 megfigyelő állomást helyeztek üzembe a leginkább vízhiányos területeken, és további 100 állomás kiépítése is tervben van. A mérőállomások a talajt, illetve a növényzetet ért hatásokat mérik. A műsorban elhangzott, hogy éves szinten az aszálykár általában 40 milliárd forintra tehető Magyarországon. Idén már 60 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt a gazdák. Az aszály monitoring rendszer a vízhiány.vízügy.hu oldalon érhető el. Szerda este a férfi kosárlabda NB1 középház 7. fordulójában a KTE Duna Aszfalt a Sopron ellen lépett pályára idegenben. Csapatunk 4 pontos vereséget szenvedett. 5-0-ás rohammal nyitotta a meccset a KTE Duna Aszfalt. Supola 2-esével zárkózott a Sopron. A KTE Duna Aszfalt lendületes kezdését azonban ez a kosár sem fogta meg. Kicsit több mint 4 perc után 4-9 állt a táblán. Kezdte összekapni magát a Sopron, amely egy 9-0-es periódussal gyorsan magához ragadta a kezdeményezést. 13-9 volt az állás a 8. percben. Majd egyenlített csapatunk, a negyed végén Supula volt eredményes, 18-13 volt az állás 10 perc játékot követően. Újabb 9-0-ás futást produkált a Sopron, 14 ponttal lépett meg a 14. percre. Wittmann törte meg a kosár csendet, a 17. percig sikerült 11 pontig zárkózni. A hajrában a hazai csapat dominált, 51-34 volt az állás a nagy szünetben. A fordulást követően Drami Csenin triplával nyitott. A 25. perchez közeledve igencsak elkapta a fonalat a KTE Duna Aszfalt, sikerült 10 ponttal elzárkózni. A 26. percben 54-47 volt az állás. Majd Drami Csenin és Mészáros is betalált távolról, amivel 4 egységnyire zárkózott csapatunk. 63-60 volt az állás. Újra sikerült 8 ponttal meglépni az SKC-nek. Abszolút nyit volt a mérkőzés. Végig ott volt ellenfel a nyakában a KTE Duna Aszfalt, azonban utolérni már nem tudta a Sopront. Végül 83-79-re megnyerte a találkozót a Sopron. A második negyedben egyszerűen nem értem, hogy miért történtek ezek, amik történtek a részünkről. Dekoncentráltak voltunk, akkor a Sopron teljesen megérdemelten kiépített egy nagy előnyt. Utána a szokásunkhoz híven rendeztük a sorokat, visszajöttünk a mérkőzésbe, és a negyedik negyednek a végjátékába, a kulcs szituációkba mi hibáztunk, Sopron jól döntött, és jött a Gábor, beverte a triplát, és megérdemelten nyert a Sopron. Szombaton ismét idegenben lépünk pályára, ezúttal a Paks lesz az ellenfelünk. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nevelőszülő toborzó napot tartott lakiteleken. Mérget helyezhettek ki több kecskeméti városrészben a kóborállatok ellen. A szerek Katonatelepen és a Vacsi közben is illegálisan okozhatták házi kedvencek szenvedését. Az angol emelt és középszintű vizsgákkal kezdődtek el csütörtökön az idegen nyelv érettségig. Ma továbbá az is kiderült, hogy az oktatási hivatal nem íratja újra a történelem írásbeli érettségit. Kecskeméten is elérhető Magyarország első akkreditált digitális nyelvvizsgája. Az online nyelvvizsgát elsősorban a Z és az Y generáció igényeire szabták. Önök a hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban bemutatjuk azt a két előadást, amivel Kecskemét részt vett a második országos diákszínházi fesztiválon. Vendégünk volt Sárosi Gábor. A Kecskeméti Színjátszó műhely vezetőjével Kriskó János beszélgetett. Végül megmutatjuk, hogyan zajlott a Bács-Kiskun megyei nevelőszülő toborzó nap lakiteleken. Olvassák és nézzék hírportálunkat. A cím híres.hu. A hírös híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 8 óra 30 perckor ismételjük meg. Ezen kívül a kecskemétitv.hu weboldalon bármikor ismét megtekinthetik.
Kedves nézőink, friss hírekkel, információkkal holnap este 7-kor várom Önöket munkatársaimmal együtt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken gomoly felhőképződés mellett általában sok napsütésre számíthatunk, néhol valószínű zápor, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A nyugatira, északnyugatira forduló szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Szombaton nagyrészt napos időre számíthatunk, majd késő délutántól nyugaton megvastagszik a felhőzet. Sokfelé megélénkül a déli, délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul. Vasárnap szakadozott felhőzet valószínű, élénk vagy erős északkeleti szél várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 11 és 23 fok között alakul. Épp testben, épp lélek címmel a kecskeméti birkózósport két meghatározó alakja, Kovács Sándor Pál és Kovács István József munkáiból, könyveiből és a sportban elért eredményeiket bemutató relikviákból 15 évvel ezelőtt kiállítás nyílt a Hírösvárosban. Különleges formát választott az Erdei Ferenc Művelődési Központ, hogy az olimpia évében népszerűsítse a sportot. Az Épp testben, épp lélek című kiállítás ad keresztmetszetet a kecskeméti birkózás világáról. Kovács István József és Kovács Sándor Pál életét egyaránt áthatotta a sport, de az irodalom is. Mindkettő meghatározta pályafutásukat, de egyiküknél az irodalom, másikoknál pedig a sport győzedelmeskedett. A megnyitón verseivel köszöntötte a közönséget Nyiba, azaz Német Sándor, a volt magyar szabadfogású birkózó és szövetségi kapitány, valamint jelen volt Növényi Norbert, olimpiai bajnok birkózó. A régi nagyok bemutatását a Színi Tanoda növendékei vállalták. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban bemutatjuk azt a két előadást, amivel Kecskemét részt vett a második országos diákszínházi fesztiválon. Vendégünk volt Sárosi Gábor. A Kecskeméti Színjátszó műhely vezetőjével Kriskó János beszélgetett. Végül megmutatjuk, hogyan zajlott a Bács-Kiskun megyei nevelőszülő toborzó nap lakiteleken. Már is kezdünk! A Jeruzsálem pusztulása és a Vérnász című darabot is előadták a Kecskeméti Színjátszó műhely tagjai az idei Fringe Fesztiválon. A március 21-e és 24-e között megrendezett országos diákszínjátszó találkozó regionális délalföldi rendezvénye idén is lehetőséget adott a fiataloknak a bemutatkozásra. Nincsen törvény!
Katona József 1813-ban írta a Jeruzsálem pusztulását, Józsefus Flavius írásaira támaszkodva, és bár a cenzúra nem szabott gátat a bemutatónak, az végül mégsem történt meg a szerző életében. Sőt, a későbbi korok is nagyon szűkebblően bántak a darabbal, elsősorban annak kegyetlensége, túlzott őszintessége miatt. Berenice, mi hoz téged a római táborba? Hogy felvilágosítsam dolgaidról azokat, akik személyekben vérengző vadat táplálnak. A régies nyelvezetű drámából Spiró György készített két felvonásos átiratot 1981-ben. Ennek a szövegnek alaposan meghúzott változatából állította színpadra Sárosi Gábor rendező a 75 perces sodró lendületű előadást. Másoknak, akiknek volt bátorságuk, hogy aranyokat zsebükben átmentsék, és találtak utánuk néhányat a szemében, ebből Fórusz írtóztató gondolatra jött, és aki gyanúsnak tetszett előtte, annak hasát felhasítatta, s belükben turkált az elnyelt aranyért. A darabban nem különösebben nehéz megtalálni Jeruzsálem pusztulásában azokat a nagyon is aktuális áthallásokat, amelyek a mai kor emberét kis túlzással az egész földgolyót fenyegetik. A játszóknak a próba folyamat során sikerült kellően közel kerülni az előadás tartalmához is, és könnyedén, sajátjukként mondják a nehéz szöveget, belülről élik a tragikus helyzeteket is. Az ifjú morbid színpad Federico García Lorca Vérnász című paraszt tragédiáját vitte el a Fringe Fesztiválra. Ez egy spanyol, feudális, patriarchális társadalomban kibontakozó szerelem története, amelyet Csárosi Gábor és Rácz Anna Mária állított színpadra. A steril, szigorú társadalmi szabályrendszerek által korlátolt világot egyszerűen, de mégis könnyedén olvashatóan jelenítette meg az előadás díszlete. A történetben Leonardo hiába járt éveken át választottjának ablaka alá az éleple alatt, szerény anyagi körülményei miatt mégis más nőt kellett feleségül vennie. Változatlan szerelme a lány iránt nem teljesen viszonzatlan. Azonban szerelme esküvőre készül. Na gyere, nézzük meg, mit kaptál egy őr. Ne nyúj hozzá! Jaj te! Ne nyúj hozzá, ha mondom! Olyan erős vagy, mint egy férj. Nem dolgozom akár egy férfi. Bárcsak fiú lennék. Ne beszélj így! Hallgass inkább, beszéljünk másról! Hallottad igen a lódobogást? Hány órakor? Úgy 3 óra. Bizonyára a ménesből ugrott meg egy. A tragédia karakterei Andalusz hegyek között magányosan és nehezen élő emberektől jöttek, akiknek megvan a saját, szikár és sűrű nyelvezetük. A szereplők gyakran rezzenéstelen arccal, mégis tele érzelemmel mondott szövegei próbára tették a játszókat. A Kecskeméti Színjátszó Műhely két csoportja is meghívást kapott az Országos Diák Színjátszó Egyesület által megrendezett második Országos Diák Színházi Fesztiválra, ahonnan büszkén hozták haza az okleveleket a kecskeméti diákok. A híres Agora ifjúsági otthonban működő ifjú morbid színpad García Lorca Vérnász című előadásával, a Katona Kamra csoport Katona József Jeruzsálem pusztulása című darabjával vett részt a fesztiválon. A kiemelő mai vendége Sárosi Gábor, a Kecskeméti Színjátszó Műhely vezetője. Jó estét kívánok, köszöntelek, Gábor. Jó estét kívánok. Mindenekelőtt gratulálok ehhez a dologhoz. Mi az, hogy ez egy második diák színházi fesztivál új folyam van, mert hogy évtizedek óta jártok erre? Igen. Az, hogy második, az azt jelenti, ugye, hogy tavaly került először megrendezésre, az Országos Diák Színjátszó Egyesület szervezi ezeket a fesztiválokat. Korábban mi volt helyette, ha nem fesztivál? Egy országos fesztivál volt, és ők most kettészették ezt, méghozzá azzal a céllal, hogy az egyik fesztiválra a pedagógiai értelemben kiemelkedő előadásokat hívják meg, a másik fesztiválra pedig azokat, akik színházilag alkottak valami olyat. Nyilván mind a kettőben ott van a pedagógia mellett a színház, és a színház mellett a pedagógia, csak az erőssége az előadásoknak inkább ez. És az Országos Diák Színházi Fesztivál ez a színházilag kiemelkedő előadásokat jelenti, és ide jutottunk mi tovább. Uh-huh. Olvasom egy korábbi nyilatkozatodból, ugye április végén volt maga a fesztivál, hogy 19 előadást válogattak be erre a fesztiválra, ami közül 2 kecskeméti, a többi meg majdnem mind budapesti. Hogy van ez? Hát igazából Budapest úgymond oda koncentrálódik az energia. Mint mindenben, ugye, hát ez a vízfeje az országnak. És hát nyilván
nyilván drámapedagógiai eszközöket használó iskolák ott vannak a legnagyobb számban, ezért ott van a legtöbb ilyen csoport drámatagozatos iskolák vannak, és reggeltől estig a színházzal foglalkoznak a fiatalok. Nyilvánvalóan nagyon erősek ezekben a műfajokban, de azért nem marad le mellettük a vidék sem, úgymond, tehát Győr, Nyíregyháza, Debrecen, Kecskemét nyilván, és Pécs az, amik ilyen erős városok még az országban. Az különleges, hogy tőlünk két előadás is meghívást kapott? Olyan értelemben különleges, hogy más vidéki városokból egy-egy előadás érkezett, és hát nyilvánvalóan olyan értelemben is különleges, hogy nekünk ez egy megtiszteltetés volt, hogy érdemesnek tartották kettő előadásunkat is innen Kecskemétről a zsűri, hogy ott szerepeljem. A Fringe-el egy időben volt egy ilyen minősítő verseny, ahol mind a két előadással aranyminősítést nyertetek, és hát onnan delegáltak benneteket erre a bizonyos fesztiválra. Itt ezen a fesztiválon volt-e zsűri, vagy volt-e valamiféle szakmai értékelése a produkciónak? Azt tudjuk ugye, hogy fesztiválon általában helyezéseket már nem osztanak. Így van, tehát ezen az országos fesztiválon az a kitüntetés, hogyha részt vehetünk, hogyha meghívnak minket, hiszen a legjobbakat hívják ide meg. Tehát a 19 előadást minősítették színházilag a legjobbnak az országban, ami diák színházi előadás. 6 fős zsűri volt, tehát nagyon komoly szakmai zsűrizése volt az előadásnak, ebből 2 fő kőszínházi rendező, 2 fő drámapedagógus és 2 fő színi kritikus, akik ugye kőszínházi előadásokat kritizálnak, tehát nagyon komolyan volt véve a színházi formavilág, a színészi jelenlét, a dramaturgia, tehát minden olyan színházi szeletet néztek a nagy munkából, és vizsgáltak és elemeztek, amit egy kőszínházi előadásnál is. Ugye mind a két előadás, ami Kecskemétről tovább jutott, mind a Lorca vérnásza, mind pedig a Katuma Jeruzsálem pusztulása című szomorú játéka, vagy nem is tudom minek nevezem, tragédiája mondjuk így. Szóval, hogy ez mind a kettő több felvonásos, egész estés kőszínházi darab. Nagyon másként kell-e diákszínjátszóvá, vagy diákszínházivá tenni ezeket a darabokat, vagy elég, ha alaposan húzol? Hát nem elég, hogyha húz az ember belőle, hiszen meg kell találni azt a közös tétet, ami a csoport és az előadás tartalmában jelen van, és párhuzamosan működik, tehát a fiatalokkal csak akkor lehet szerintem színházat csinálni, hogyha annak a darabnak az üzenete, a tétje, a tartalma megegyezik valamilyen formában a fiataloknak egy jelenlegi problémájával, és hát így eltávolítva, de nagyon komolyan foglalkozunk ezzel a problémával. Konfár Benjamin egy korábbi interjúban mesélt arról, hogy a vérnázban játszott szerepe az azért találta telibe, mert éppen túl volt egy súlyos szerelmi csalódásod. Tehát ezek is fontos dolgok, hogy éppen mi történik a gyerekekkel magánéletükben? Én úgy gondolom, hogy kiváló eszköz a színház arra, hogy elmélyedjen egy picit önmagában az ember, és a saját lelkében is megküzdjön azokkal a problémákkal, amikkel éppen a saját életében szemben áll. És én ezért tartom nagyon erős személyiségfejlesztőnek a drámapedagógiát és a színházpedagógiát, mert tényleg képes arra, hogy olyan problémákat oldjon fel a diákok lelkében, amire amúgy egy egyszerű szülővel, vagy tanárral, vagy bárkivel való beszélgetés nem adna módot. A Jeruzsálem pusztulása olyannyira kőkemény darab, hogy nem is igen játsszák a színházak. Hogy lehetett ez diák közegben mégis befogadhatóvá, elfogadhatóvá tenni? Hát igazából nehezen, nyilvánvalóan egy olyan téma, és a témának is egy olyan fajta prezentálásáról van szó, ami kőkemény, és mélyre hat az ember érzelmeiben. Ami számukra izgalmassá tette ezt az egészet, az ami a dráma túlmutat önmagán, és a közelmúltba is, és a jelenbe, és a távoli jövőbe is akár tovább mutat. Hát ilyen szempontból érinti ez őket, hogy azok az óriási társadalmi problémák, amik 2000 évvel is előtt is jelen voltak, manapság is jelen vannak a világon, és lehetséges, hogy a jövőben is jelen lesznek, ezek mind bele vannak sűrítve ebbe az előadásba, és ilyen értelemben egy kis társadalomkutatást is végeztünk, ahogy foglalkoztunk az előadással. Négyen is színészi külön díjakat hoztak haza erről a fesztiválról. Azt jelenti,
tényleg ennyire elmélyült a munka, hogy képesek már valóban olyan mélységű alakításokra, ami a szakember, a külső szakember szemét sem kerüli el, vagy egész egyszerűen ez egy nagyon jó évjárat, ahol volt 4 kiemelkedő színész. Hát mind a kettőt szoktam mondani. Azt is szoktam mondani, hogy szerencsés csillagzat alatt készült az előadás, meg azt is szoktam mondani, hogy megtalálta olykor-olykor, vagy többször is azt a pillanatot, amikor egy nagyon erős érzelmet, élményt át tudott adni a nézőnek. És abban a pillanatban, abban a percben, abban igazi színészként van jelen, nem feltétlenül tudatosan még, de nagyon fontos ilyenkor a zsűrinek a visszajelzés, hogy igen, nagyon jó volt az, amit most csináltál, és akkor legyen ez legközelebb tudatos. Szűcs Dominik és Kis Nikolett a Jeruzsálemben játszanak a másik két hölgy, ők a másik előadásban? Ők a másik előadásban, nem. Tehát úgy van, hogy a Vérnázból Török Edina kapott egy színészi külön díjat, a Jeruzsálemből pedig Kis Nikolett, Cselocki Bogárka, igen. És Szűcs Dominik kaptak. Uh-huh. És Szűcs Dominiknál ki kell emelni, hogy ő pedig a legjobb férfi főszereplő díját kapta meg. Na, az egy nagyon fontos díj, minden egyes ilyen díjosztásnál figyelünk rá. Gábor, kaptatok még egy nagyon érdekes külön díjat, amit nem nagyon értettem az első pillanatra, hogy a fesztiválon való aktivitásért, ezzel ott mit kell érteni? Jó hát, fiúk voltatok? Nem feltétlenül. Nem? A fiataloknak nem kell jó fiúknak lennie szerintem, de hogy én erre vagyok a legbüszkébb, hiszen ez azt jelenti ez a díj, hogy mi voltunk azok, a kecskemétiek, akik ezen a fesztiválon minden pillanatban jelen voltunk. Jelen voltunk a kora reggeli tréningeken, mozgástréningeken, táncworkshopokon, jelen voltunk a szakmai beszélgetéseken, és a 19 előadásból 17-et, ugye, mert kettő a miénk volt, 17-et megnéztünk. Tehát valaki kecskeméti volt ott, aki látta. Ezt a típusú aktivitást egyik csoport sem tudta a fesztivál 3 napja alatt felmutatni, és én nagyon-nagyon büszke vagyok a kecskemétiekre, hogy tényleg fejlődni, szakmailag fejlődni, és színházat csinálni mennek erre a fesztiválra, hallgatnak rám ebben az ügyben, és nem az a lényeg, hogy na most akkor itt este, mint egy osztály kirándulás, hogy akkor a buli a lényeg. Az is fontos, természetesen egy jó tánc, de mégiscsak a színház miatt megyünk oda. Gábor, mikor még egyszer gratulálok az elért eredményhez, hadd kérdezzem meg, hogy van-e még esélye azoknak, akik nem látták eddig a két előadást, hogy Kecskeméten még láthassák? Természetesen. Május 20-án a Híres Agora ifjúsági otthon mozitermében lesz délután 3 órakor megtekinthető a Vérnász előadásunk. A Jeruzsálem pusztulását jelenleg visszük még sok fesztiválra, most hétvégén például a Mosonmagyaróvár egy nemzetközi fesztiválra. De legközelebb itt Kecskeméten, a Ciroka Bábszínházban a 20. színjátszó maraton keretében lehet majd megtekinteni, ahol amúgy ajánlom a kecskemétieknek, hogy jöjjenek el, mert ott az összes idén készült kecskeméti diákszínházi előadás megtekinthető a 3 napos rendezvény alatt. Gábor, köszönöm, hogy befáradtál hozzá. Köszönöm szépen. Nevelőszülőket toboroztak ma délután a Lakiteleki Népfőiskolán. A Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltató programjának célja nem kisebb, mint minden édes szülők nélkül élő gyermek boldogátétele. A Lakiteleki Népfőiskola Tisza vendéglőjének nagy terme zsúfolásig megtelt ma délután. A sorok közé tekintve sok boldog gyermekarcot láttunk, de a mosolyok sok szomorúságot takarnak. A Befogadlak egy nap a nevelőszülőségért elnevezésű program azokról a hátrányos helyzetű gyermekekről szólt, akik valamilyen okból nem élhetnek vérszerinti szüleikkel. A Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltató programjának célja a nevelőszülő toborzás. Nevelőszülőből sosem elég, pontosan azért, hogy a bekerülő gyerekeket minél inkább családoknál tudjuk elhelyezni. Jelen pillanatban a Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltató egy országos intézmény, 6 megyében és a fővárosban van jelen. Itt Bács-Kiskun megyében nagyon nagy létszámban gondoskodunk a gyermekekről, és nyújtunk otthon nekik. Itt 1200 gyermekről gondoskodunk a nevelőszülői hálózatban. A nevelőszülőség nem egyenlő az örökbefogadással, ezt fontos, hogy szétválasszuk. A nevelőszülők hivatásvállalása talán az egyik legszebb hivatás, mert pontosan egy nagyon nehéz helyzetben lévő gyermeknek segítenek azzal, hogy gondoskodnak róla átmenetileg, addig, amíg a gyermeknek szüksége van rá. Addig nyújtanak szerető családot, segítő kezet, támogatást, gyógyítják a kis lelküket. A nevelőszülők
szülőkhöz, amikor oda kerül a gyermek, akkor azért az a cél, hogy ő minél előbb saját családra találjon, vagy visszataláljon a vérszerinti családjához, ezt hazagondozásnak nevezzük, vagy pedig örökbefogadó, valóban egy örökbefogadó saját családra találjon. A nevelőszülők ez alatt az átmeneti időszak alatt gondoskodnak nagy szeretettel a gyermekről. A rendezvényen köszöntő beszédet mondott Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára is, aki elmondta, fontos látni, hogy ez az ügy nem magánügy. Amikor ezt a befogadlak nevelőszülői programot elindítottuk, most már több mint fél éve, akkor igazából egyetlen célunk volt, hogy a társadalom felé megmutassuk azt, hogy vannak Magyarországon, a magyar társadalomban olyan gyerekek, akiknek nehéz betűkkel írták a könyvüket, akik sokszor olyan traumán mennek át, amit a legtöbb ember elképzelni is nehezen tud. De itt ne csukjuk be a könyvet, hanem lássunk tovább, és azt is lássuk, hogy de sokszor ezek a gyerekek is tudnak olyan kimagasló produkciót, vagy olyan életet élni, mint bárki más ebben az országban. Ezért szerettük volna egész egyszerűen azt a koreográfiát használni, hogy ezeken az alkalmakon nevelőszülők és gyerekek mutassák be azt, hogy mit tudnak és miről szól az ő életük. Amikor itt a színpadon majd gyermekek fogják elmondani, elszavalni egy verset, bármilyen produkcióban fellépnek, akkor azt gondolom mindenki látja, hogy bármelyik iskola, bármelyik növendékétől ez szép teljesítmény lenne. De azt szerettük volna, hogy húsvér valóságában látszódjon, hogy Magyarországon az a 23 ezer gyermek, aki nem a vérszerinti családjában él, hanem a magyar gyermekvédelmi rendszerben, nevelőszülőknél vagy gyermekotthonoknál, ők ugyanolyan természetes tagjai a társadalomnak, és ugyanúgy képesek nagy dolgokat csinálni. Ahogy előbb elnök úr mondta, nincsen tehetségtelen gyermek, ezt szerettük volna megmutatni. A program helyet adott a Lehetetlen Nincs elnevezésű országos rajz- és kisfilmpályázat Bács-Kiskun megyei eredményhirdetésének is. A fiatalok a vágyaikat árulták el az alkotásokon. Volt olyan, aki piros traktort szeretne, tanyán lakna, vagy éppen a tengert szeretné látni. A kiemelőben minden nap egy-egy tematikus műsorral várjuk Önöket. Ma a Paletta magazinunkat láthatják, melyben hétvégi programokat ajánlunk. Üdvözlöm Önöket! Ez a Paletta, a Kecskeméti TV programajánló műsora, melyben erre a hétvégére is izgalmas témákkal várjuk Önöket. Tartsanak velünk! Május 10-én pénteken 21 órától éjszakai fürdőzésre várják a tavaszi csobbanásra vágyókat a Kecskeméti fürdőbe, ahol a legjobb zenékre lubickolhatnak és bulizhatnak. Ezúttal is több medence várja a látogatókat, nyitva lesznek a bel- és kültéri élménymedencék, a jacuzzik és csúszdák, valamint a benti termálmedence és a 25 méteres úszómedence is. Szombaton délelőtt 10 és 12 óra között szórakatanoda lesz. Felnőtteknek kézművesség, ahol nemes fülbevalót készíthetnek a Szórakaténusz Játékmúzeumban. Majd szintén szombaton, immáron délután apró táncára várják a látogatókat a játékmúzeumba. 16 és 17 óra 30 perc között. Nem csak zene és tánc, hanem tavaszi játékokra és kézműves foglalkozásra is invitálják a gyermekeket. Az évad záró mulatságon citromos linzer sütésére is lesz lehetőség. Madarak és fák napja lesz a Vadaskertben. Péntektől vasárnapig a Kecskeméti Vadaskert izgalmas programokat kínál a gyermekeknek. 10 és fél 11 között Tollas a hátam címmel ismerkedés lesz a Vadaskertben élő madarakkal. Fél 11 és 11 óra között a medvék, a makákók és a csacsik látvány etetésére várják a látogatókat. Szombaton délelőtt 11 órától és délután fél 2-től állati jó bemutató lesz a színpadnál. Fél 3 és 3 óra között a fűszerepben az állatok és a gondozóik lesznek. Folytatódik a látványetetés a kapucnis majmokkal, sarkirókákkal és lámákkal. 3 és fél 4 között ismét a vadaskertben élő madarakkal ismerkedhetnek. A nyuszi és állatsimogató egész nap nyitva áll a látogatók részére. Emeljünk fel minél több gyermeket Kecskeméten is elnevezéssel,
Idén is csatlakozik a Nők a Nemzet Jövőért Egyesület és az Együtt a Kecskeméti Családokért Alapítvány, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom országos rendezvényhez. A híres városi villámcsődület célja, hogy a kecskeméti és környékbeli családok is hozzájárulhassanak az egyszerre magasba tartott gyermekek világrekord kísérletéhez, ezzel is ráirányítva a figyelmet a gyermekvállalás fontosságára. Minden családot, nagyszülőt és szülőt várnak szeretettel unokáikkal és gyermekeikkel Kecskeméten a nagy templom mögött felállított színpad elé, szombaton 10 óra 30 perckor. A Gréfmán Show tánciskola növendékeinek rövid műsorában bárki bekapcsolódhat. Majd pontban 11 órakor veszi kezdetét a minél több magasba emelt gyermek tavalyi világrekordjának megdöntési kísérlete. Minden a kecskeméti flashmobon résztvevő család lufit kap ajándékba. Péntektől vasárnapig ismét helyi termékünnep és Hungarikum Fesztivál lesz Kecskemét főterén. Az eseményen lesz térségi tanyai termék és kézműves vásár, Hungarikum játszóház, népi és ügyességi gyermekjátékok, népművészeti és kézműves foglalkozások, látványfőzés és kortolók, valamint sok-sok izgalmas program. Az eseményen fellép a 100 tagú cigányzenekar. Várnak szeretettel mindenkit hétvégén, 10 és 21 óra között a főtéren. Kinek tömeggyilkos, kinek hős? Rátko Mladicot, az egykori boszniai szerb tábornokot, a Hágai Nemzetközi Törvényszék 2017. november 22-i ítéletében népirtás és az emberiség ellen elkövetett büntettek vádjában bűnösnek találta, és életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte. Mladicnak az 1990-es években dúló boszniai háború egyik leghírhettebb alakjának a neve összefort az 1995-ös szrebrecinai mészárlással, a II. Világháború óta európai földön elkövetett legborzalmasabb büntettel, amikor több mint 7000 muszlim férfit és fiút mészároltak le. Az 5 éven át készült film ez idáig soha nem látott közelségből tudta az ügyészeket, védőket, a megjelent tanúkat és Mladic családját megszólítani. Drámai történet az igazságról, a felelősségre vonásról és egy országról, amely véres múltját próbálja tisztára mosni. A filmet megtekintetik pénteken 18 órakor az Otthon moziban. Most pedig a sportajánló következik. Május 11-én és 12-én uszonyos és búvárúszó országos bajnokság zajlik majd a kecskeméti fürdőben. A versenyszámok szombaton 4:11-től, vasárnap pedig 10 órától kezdődnek. Minden érdeklődő szeretettel várnak a szervezők. Május 11-én szombaton 5-5-ször rendezik meg a Szép Kihívást. Az alap, ahogyan azt a 3-400 résztvevő már megszokhatta, 207 kilométer, de a szervezők ezúttal emelték a tétet. Május 11-én a legelszántabb alföldi bringások a Balaton körnél is többet tekerhetnek. Megpróbálhatják a 254 kilométert lenyomni a 12 órás szint időn belül. Minden bringás szeretettel várnak szombaton az Ocean parkolójába a 8 órás rajthoz. Utolsó hazai meccsére készül a kecskeméti NKS-en női kézilabda csapata. A legutóbbi fordulóban elszenvedte első tavaszi vereségét csapatunk, ezzel visszacsúszott a tabella 4. helyére. A női kézilabda NB1B keleti csoport 21. fordulójában az ellenfelünk a tabella 2. helyén álló Gödi Este lesz, mely egy ponttal van előttünk, így egy győzelem esetén ismét visszakerülhetünk a dobogóra. A mérkőzés szombaton 17 órakor lesz a Messzi István sportcsarnokban. Az SC hírösép múlt héten elszenvedte első vereségét a tavaszi szezonban a Kiskunfélegyháza ellen. A Kecskemét azonban továbbra is a tabella 2. helyén áll. A megye 2-es labdarúgó bajnokság északi csoport 25. fordulójában a tabella 8. helyén álló Kiskunmajs FC lesz a miénk ellenfele. A Majsának 8 győzelem, 4 döntetlen és 10 vereség a mérlege. A meccs vasárnap 17 órakor lesz a Műkertvárosi Sportcentrumban. Ezzel egy időben másik megye 2-es csapatunk is pályára lép. A Kecskeméti LC múlt héten 3-3-as döntetlent játszott a Kunszállással. Csapatunk továbbra is a 3. helyen áll a tabellán. A soron következő ellenfelünk a KHTK 2-es csapata lesz, mely az 5. a tabellán, 13
győzelemmel 5 döntetlennel és 4 vereséggel. A meccs a Széktói Stadion műfüves pályáján lesz vasárnap 17 órától. Tegnap 4 pontos vereséget szenvedett a KTE Duna Aszfalt a Sopron otthonában. Igaz, szombaton még idegenben játszanak az ASE ellen. Jövő és szerdán már ismét hazai terepen lépnek pályára fiaink. A férfi kosárlabda középszakasz középház 10. fordulójában a Deac ellen lépünk pályára. Fontos a győzelem, ha a Kecskemét akar lenni a bajnokság playoffjában. A meccs szerdán 18 órakor kezdődik a Messzi István sportcsarnokban. Ennyi volt mára a paletta, köszönjük a figyelmet. Találkozunk jövő héten is. Viszontlátásra! A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nevelőszülő toborzó napot tartott lakiteleken. Mérget helyezhettek ki több kecskeméti városrészben a kóborállatok ellen. A szerek, katonatelepen és a vacsi közben is illegálisan okozhatták házi kedvencek szenvedését. Az angol emelt és középszintű vizsgákkal kezdődtek el csütörtökön az idegen nyelv érettségek. Ma továbbá az is kiderült, hogy az oktatási hivatal nem íratja újra a történelemírásbeli érettségit. Kecskeméten is elérhető Magyarország első akkreditált digitális nyelvvizsgája. Az online nyelvvizsgát elsősorban a Z és az Y generáció igényeire szabták. 7 oklevéllel tért haza a Kecskeméti Színjátszó Műhely két csoportja az Országos Diák Színjátszó Egyesület által megrendezett második Országos Diák Színházi Fesztiválról. A kecskemétiek egy külön díjat is kaptak a fesztiváli aktivitásukért. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kiemelő magazinunkat a kecskemétitv.hu weboldalon bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, köszönöm, hogy figyeltek ránk, tegyék ezt holnap is, mi itt leszünk és várjuk Önöket. Viszontlátásra!